Nem csak Csé lesz, ez most az intro helyett van. Hallod, nem tudom lelőni a botot. A Classic Counterben van auto whitelist. Az mi volt? Komoly meccs lesz. Hello srácok, sziasztok. Van mikrofonja valakinek? Júj. Ez nagyon veszélyes. A következő képen egy lassú defektet láthatunk lencse végre kapva. A sofőr minden erejét megfeszítve próbál az úton maradni, de túl késő. De azért remélem, hogy jól van. A napunk utolsó klipje remekül jelzi, mikor valaki rosszkor választja meg a sávát, indexelést mellőzve. Igen, a végére nő lettem. Miért baj ez? Hadd legyek nő akkor, amikor akarok. Jó, hogy végére amúgy. Jó, lett funny. Nem értettem még ezek az AI hangok, de most már értem. Sávát! Ez nagyon-nagyon érdekes volt. Szemvitaminok, ez jól hangzik. A fiam gondoskodik az egész szegemről. Ezért nagyon hálás vagyok neki. Ajánlotta nekem alatász támogató kapsulákat. Nagyon szeretem, amikor a fiam szacstos szindvicsit csinál nekem. A melliek elosegítik alatász tista szagát ez eleszeget. Ezek a kapsulák olyan vitaminokat ez ásványi anyagokat tartalmaznak. A melliek jótékonyan hatnak a semegeszegére. Amióta elkezdtem sedni oket, pozitív változásokat vettem észre. De miért mindig lengyel TTS-sel olvastatják ezeket fel? Nem értem. Hát hallom a botnak a hangján, hogy lengyelül kéne, hogy beszéljen. Szolgálati közlemény! Minden PlayStation játékoshoz szólok, mivel a zenebán magyar PSN kártyák le vannak árazva 9%-kal, hogyha a FIFA Hu kódot használod nagybetűkkel a kosaratban. Háromszor lehet használni, egy számítógépről maximum 150 euróig, és szeptember 30-ig érvényes. Hogyha valami nem működik, akkor kapni fogsz egy újat, ebben biztos lehet. Hé, nem jó a kulcsom? Már is segítenek! Haló, nem jó a kulcsom! Ó, itt egy új neked! Az eneba.com-on nagyon könnyen tudtok vásárolni, gyorsan és olcsón, szóval ajánlom nektek, a leírásban található linkeken eléritek az oldalt. Alatászom tisztább lett. Ez most már teljes mértékben elveszhetem a szaladommal töltött időt. Tudjon meg többet a kapszulakról, ez kapjon különleges a csánlatot weboldalunkon. A csánlatot? Ezt adom? Amúgy én rendelnék ilyen vitaminokat, hogyha jobban látsz tőle. Nem rossz. Befekszem az ágy alá. Amúgy, ha becsukod a szemed, Elekrobi mondja. Befekszem az ágy alá. Ez konkrétan Elekrobi. Befekszem az ágy alá. Befekszem az ágy alá, Vince! Na, let's go! Mit csinál? Eltűnt! Actually, befeküdt az ágy alá! Na jó, ezt tisztelem. Ott van az ágy... Ezt nem akarom látni. Ez, amit nem akarok látni, amikor elmegyek aludni. Ezt a kidolgozott izomzatot minden férfi megirigyelheti. Azt tuti. Micsoda! Olyan gyorsan történt, nem figyeltem. Megvan! Azt nézi! Eltörött neki a keze, bazd meg, de megérte. Hőműves dekoltás belefér. Azt a rohadt! Mindent eltörött. Pár órával később újra ránéztem a Discordra, és látom, hogy feletem függesztve. Egy napra! No, shit! Egy nap Discord nélkül ezt hogy fogom kibírni? Nem tudok írni a kis cica lányomnak! Az invite linkek. Ja, hát azok a raid elő üzenetei. Tehát kérdem én, hogy a franza maradt-e ott a raid üzenetek, ha már online a moderátor? Ja, mert én egy büdös f*** vagyok, akit mindenki mindig megbüntet és bűnözőnek hisz. Ez csak projektálás. Ez csak te érzed. Ezek csak a gondolataid, tesó. A gondolataid csak a fejedben vannak. Jó, oké, káromkodtam. Kicenzúrázva. Idegességből. Megértem. De mi... Nem nekünk kéne megértőnek lenni most? Mi az, hogy egy napra? Na, hát ezt én sem értem. Három másik októl a büntetés után szagadt el most a célna. Igaz, ez még nem annyira súlyos, de volt, amikor a szerverén beszéltem írásban, hogy mikor lesz monetizálva, vagy mik a tervjei. Majd kicsi... Ne bánts! Mi ezzel a baj, tesó? Semmi, tesó. Semmi.
Hát hadd csináljátok, aranyos szerintem. Van neki már 21 ezer feliratkozója, azért ez valami. El kell ismerni, tesó, el kell ismerni. Neked mikor lesz 21 ezer feliratkozód amúgy? Azt írta, hogy szia, mert az örökban. Ez jó lesz indoknak. Aha. Manin moderátorok, be like. Ez jó videó volt amúgy, kár, hogy timestamp-el néztük, és nem tudjuk, hogy mi a kontextus, de gondolom feltörték a fiókát, vagy nem tudom. Vagy csak, ja nem, hogy valakit bereportoltak, hogy ő 11 éves, és akkor igazából nem is 10, hanem 13, vagy 16 év, és akkor igazából most akkor meg van 16 év? Vagy most mizu? Minden, hagyjuk, amúgy szerintem ez jó kontent volt, én ezt adom, Szeretnél beszélgetni a többi nézővel? Nem. Bazd meg, semmi baj. Oxlásik. Literálisan lesz. Itt Colgate, vagyis Csákó Norbert. Szia Norbi. Csáó papikám. Csáó papikám. Literálisan. Gruntin, Sonox, Spuri, Eki. Literálisan vegyük komolyan a zenét. Tesó, literálisan, ja, de amúgy voltak ilyen melléktevékenységek is amúgy a zene mellett. Literálisan egy hangyafaszni cigit elpumpál a bátyja. Nem leszek ilyen amúgy vágott. Annyit drogoztunk már, amennyit el sem tud képzelni néhány ember. Literálisan, meg 10 évet hegedültem. Literálisan, testvérem. De amúgy az anyukámmal is ugyanúgy el vagyok. Literálisan. Hú, cigán. Literálisan. Beszanaszoktam. Frontinoztam, elkezdtem füvezni. És 7-24 az utcán voltam, tesó. Literálisan kihasználtam a sötétet. Literálisan. Hát amúgy, tesó, nem. Igen. Igen, de hogy literálisan amúgy két nyelvű C1-es angol nyelvvizsgával rendelkezem. It's very nice to see you. Literálisan. Ez így retro perspektív sokkal viccesebb, mint akkor volt, főleg, hogy meg van vágva. Zseni. És... Hú, mit akartam mondani, bazd meg? Na! Már így, na, ja, így, ja, nem a szöveg teszi amúgy a drillt, hanem a delivery. Literálisan, ja, de amúgy... Hogy néz már ki az jó cink? Literálisan érezzék azt is, hogy milyen fájdalmat tudok okozni néha. Literálisan egy hangyafaszni. Baszni is szeretek azért. Literálisan amúgy rockstar vagyok, és leszek. Literálisan én a színpadra teremtem, tesó, és bármikor meg kell baszni a színpadon, mindig. Nincs mese. Literálisan... Ez egy nagyon frappás kilépő utolsó mondat. Literálisan amúgy... Köszönöm szépen, Norbi. Ez vagyok én. Literálisan, testvérem. Ó, már benne is áll a vonatunk. Jó! Hú, hát ez igazán jó. Ezt nem hiszem. Hát akkor beszállok ide. Jegyet venni ki fog? Már indulunk is. Ez average MÁV élmény amúgy. Vagy itt is kisiklik? És a Netherbe érkezik meg, és ki lesz írva, hogy Miskolc. Menni fog egy kört, és visszaér, és leszáll ugyanott. Kezünk. Ja, visszafelé tekertem, srácok! Azért ment ugyanoda. Na, Hari. Kreatívban már csak felszállni. Miért a survival módba felmernél szállni egy magyar vonatra? Ezt csinált, ha megtámadnak. Látjátok a hasonlóságot? Stabbed, don't panic, cause this can save your life. Ha megszúrnak, ne pánikolj, mert ez megmentheti az életed. The first step is to take a deep breath. Először is vegyél egy mély levegőt. To slow your heart rate and minimize blood loss. Hogy csökkentse a szívverést, és utána kevesebb vért vesszen. Then stabilize the knife to avoid more damage. Majd stabilizáld a kést, hogy elkerülj több sérülést. And carefully apply pressure around the wound with a cloth. Aha, majd óvatosan gyakorolj köré nyomást egy zsebkendővel. Ja, hogy növeld a túlélés esélyét. And to increase your odds of survival, lay on your back and elevate your legs to slow the bleeding to your vital organs. Feküdj a hátadra, és emeld fel a lábad, hogy... Azért, hogy lelassítjuk a vérkeringést, és ne oda menjen. Nem? Lassítsd le a vérzést a létfontosságú szervekben. Ha aha! Ezt valahonnan tudtam. Honnan tudhattam ezt? Amúgy ezt elég erősen ellopták ezt a videót, nem? Simply How, még oda is van írva, ez tényleg a saját animációjuk. Ez kemény. Normálisan lenne fordítva, nem, vágod, ezt így kell csinálni. Lelopsz egy videót, amiben vannak ilyen energia, meg ének, és egy ha megszúrnak, akkor ezt kell csinálni, fogd meg a kést, stabilizáld. 10 érdekesség. Ezt olyan érdekes videók vannak itt, mindenki lelopta, gondolom. De legalább nem ugyanattól lopja le őket. Ennyi videót csinált csak, és már is. Jézusom, srácok! Úristen, nagyon könnyen lehet kontentlopással ennyi feliratkozót elérni, meg ezeket a csatornákat ki a fasz csinálja? Ez bárki meg tudja csinálni amúgy. Elképesztő erejével vert át mindenkit az... Elképesztő erejével vert. Pénzt akar keresni, de hát shortsokkal alig lehet pénzt keresni, bro. Alig lehet shortsokkal pénzt keresni. Nagyon sok millió megtekintés kell ahhoz, hogy te keressél pénzt a shortsok után amúgy, szóval. Ti küldtétek, én úgy gondoltam, meghallgatom. Na váljunk bele, srácok! Adok rá hangot! Adtam rá hangot! Ezt meg kell dicsérni, jó videós munka eddig! Megdicsérem, jó! Ilyen jó lett! Ez a metrós felvétel nagyon menő!
Hú! Hú! Azt a kurva! Hú! Rá az a hideg, gyerekek! Szégyelem magam, miért nem tettem meg, szégyelem magam, miért nem tettem meg. Tisztalj fognak a fejem, ezt eső, ez óvár, azt hiszi, hogy menneten. Lehet, aki nekem, azt a kurva! Tudják, hogy megmentem. Gyerekek, be kell vallani. Kár ne tagadni, szerintem ez a gyerek egy zenés családból jött. De hogyha berúgom, akkor gól. Azt a kurva! Hú! Ha berúgja, akkor neki gól. Hát ez zseni, ez zseni. Mint a labdát vágjátok a fociba. Kállandzó, én az Alonso, ő meg a lehozó. Nagyon jól használja a szavakat, nagyon jól csavarja. You got me jumping like. Ez a legjobb videó volt. Amúgy, ez nagyon jó. Bárcsak itt lenne Marcigány mellettem, és reagálhatnánk közösen zenékre. Kedvenc vidisem. És a Lil Vibe meg a kedvenc zenészem, szóval már csak a feat-jükre várok. Az lenne az igazi. Szóval, el kell mondani, hogy mikor élveztél el utoljára. Hogy mi? Miért olyan vicces? Na, ez volt a tét. Hey, no way, bro, the freak! Hallgatom. Tegnap előtt? És milyen volt? Beidugták meg! Hány órakor? Hány másodperc? Ja, ez nem volt benne, te kis huncut. Tehát nagyon érdekel, úgy látom. Annyi volt, hogy mikor? Ez szomorú amúgy, mert a srác fogyatékos amúgy, és nem kéne TikTokon lenni, ez nyilvánvaló. De ettől függetlenül ez gáz. Most erre nem lehet mást mondani, érted? Hogy került oda? Miért van ott? Kus estére gondoltam, amikor te is megfürödtél, mert... Jelzem, szeretem, ha egy hölgy tiszta és kimossa a hüvelyét. Úristen, tesó, Jézusom. Azt... Júj. Geci. Trollfész. Felvállalt és bocsánatot kért. Ebből a hüvelyből lehetsz, Misi. Kettő, pedig utána, ahogy... Várjátok, srácok. Improvizálok, utána pedig igazából... Improvizál, Keci, nem tudod, hogy mit csinálnál vele? Igen, berozsdásodtam, maradjunk annyiba. Micsoda? Berozsdásodtam, maradjunk annyiba. Ez mindent elárul. Hát ez minden. Utána pedig szépen lefeküdnék, egyszer csak bemelegítés lenne. Utána jönne a kemény menet. És ez mit jelent a kemény menet? Leereszteném a 120-ast oda le, de úgy, hogy felsikítaná háromszor. Elég kemény volt. Már Csaj is elneveti magát, geci. Ez szánalmas. Nem, hogy elég kemény volt, ezt elismerem. Mikor van, nem örösödve. Mi a kedvenc pozíciód? Kutyapauz. Kutyapauz. De csak te vagy kutyapauzba. Csak ő. Visszafele nem játszik. Na, hát azt hogy kivitelezed? Rendesen, nyugi, megoldom. Na. Hát hogy? Hogyha nem tudsz... érted? Most, hogyha nem tudsz láblálni, azt hogy? Igen, videóimban láttad szerintem, hogy... Úristen, pohára fog jutni! Végem van. Hagyjatok a faszomba. Mi történik a TikTok? Hát rossz platformon vagyunk, ember. Figyelj, szerintem valid volt a kérdésem úgy a lánytól. Állj ki magadért, Misi. Pedig a Starbucksban megnéztem volna őket. Ez kegyetlen. Mi volt a magyarázkodós videó? Most már akkor azt is meg kell mutatni, hogyha ezt megmutattuk, beégettük szegény Misit, nyilván nem magát égette be, mi égettük be őt. Hát nézzük. Sziasztok, srácok! Valószínűleg mindannyiótok láttam már ezeket a felvételeket, amik a tegnapi nap folyamán kikerültek rólam TikTokra. Azt így előre leszeretném szögezni, hogy ez a videó most nem azért készül, hogy mentegetőzzek meg, hogy magyarázkodjak, csupán egyetlen egy dolgot szeretnék elmondani. Teljes mértékben elismerem, hogy hibáztam. Lementem egy olyan dologba sajnos, amiben nem kellett volna, ezt elismerem, ebben nagyon nagyot hibáztam. Elkapott a hív, elkapott a nézettség, elkapott ennek az egésznek a szele sajnos. Szembe mentem a saját értékrendemmel, amit én képviselek, és szembe mentem azokkal az emberekkel is, akik engem azért követnek, mert szeretnek. Amit egyszer megtettél, azt már nem tudod helyrehozni, viszont változtatni tudsz rajta.
Visz tegye a szívére a kezét az olyan ember, aki azt mondja, hogy még soha életében nem hibázott. Tedd a szíved rá, hibáztál már? Hibázunk, máshogy vagyunk összerakva. Ez van, tesó. Ez van. Aki azt mondja, hogy ezeket a hibákat nem próbálta megjavítani, vagy ha nem lehet javítani, akkor későbbi évben törekedni arra, hogy ezt ne kövesse el még egyszer. Ez véget szeretnék bocsánatot kérni azoktól az emberektől, akik nem így ismertek meg, akik csalódtak bennem. Lehettem volna most azt, hogy letagadom ezt az egészet, és azt mondom, hogy ez nem igaz, de a lelkiismeretem nem engedte volna. Szerintem sokkal nagyobb dolog az, hogy most ideállok elétek, és azt mondom, hogy... Ha olyan tudnád azt mondani, hogy nem igaz. Hogyha megtörtént, zaklatta. Nem, amúgy a csaj is basztatta. A csaj is basztatta a srácot. Az is szexuális dolgokat mondott, szóval nem szexuálisan zaklatta, érted? A lelki ismerete nem engedte. Nem a bizonyítékok, amik kim voltak. Legalább elismerte. Hát úgyhogy miután már megtörtént, úgy már könnyű, érted? Hogy igen, hibáztam. De legközelebb megpróbálom ezt nem elkövetni. Törekedni fogok a jobbra. Hisz mind emberek vagyunk. A hibák ugyanúgy hozzánk tartoznak. Gyakran elesünk. Tévedünk, rosszul cselekszünk, de ezekből tanulunk, és ezeket megpróbáljuk korrigálni, megpróbáljuk helyrehozni, és törekedni arra, hogy ezt ne kövessük el. Oly sok hiba fog még történni az életben, ennél jóval nagyobb hibák, de mindig törekszünk arra, hogy minél jobbak legyünk. Ez az egész most engem nem fog eltántorítani semmitől, ugyanúgy fogom ezt az egészet csinálni, mint eddig, és arra szeretnélek megkérni titeket, hogy még mielőtt leírjátok kommentben azt, hogy hű, most magyarázkodik meg minden. Tegyétek szívetekre a kezeteket, és mondjátok azt, hogy ti még az életben soha nem követtetek el hibát. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, legyen további szép estétek, kövi videóban találkozunk, sziasztok! Real. Igazából. Mi mások is szoktak hibázni, szóval nézzük el neki amúgy, srácok. Wow. Ez kemény. Jó, szétbulingolják. Szegényként. Semmi baj, tesa. Riki Misi. Bro írt egy bocsánatkérést a ChatGPT-vel. Misi, kiderítetted hány órakor? Kicsit kemény volt. Kemény volt, bazzög. Ez kemény volt. Megbocsátotok neki, chat? Egyest, ha megbocsátasz neki, kettest, ha nem. Írjál hármast, hogyha teljesen leszarod. Három, hogyha teljesen leszarod. Sejtettem. Szia Manin, ha elfogyott a manit, csak szóljádon ételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád, de ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerül.